nem vagyok napra kész a rendben, de a valaknak a történésében nem tudok ez komolyan veszni. Én csak annyit, hogy lehet, hogy csak elhangzott azt, hogy én egy más aspektusára reagálnék ennek a piacgazdaság összefüggése a szociális szektorról, hogy azért a közelről megnézzük, akkor érdekes módon eltelt 20 év, hogy a szociális szolgáltatások szektora, tehát én most áthúzom a problémát, nem a piaci szereplő, hanem a szociális szolgáltatások szektora, az lényegében, mintha figyelme se vette volna, hogy egy piacgazdaság lenne itt 20 év óta. És a magyar szabályzás sem veszi figyelembe, és ez egy rendkívül érdekes dolog, tehát hogy most felsoroltam az összes szociális szolgáltatás típust, nagyon furcsa, ilyen ambivalens, inkább ilyen rettenkedő viszonya van a szociális ellátásnak a piaci szereplőkhöz. Mondjuk egy példát, amit mindenki ismer, amikor végre a piaci szereplők elkezdtek egy igen érdekes és hát jellemzően hazai torzú piacra beáramlani a szociális ellátás területén, mondjuk a bentlakásos otthonok területén, nagyon rosszul volt megszerkesztve ez a piac, sok állami támogatást lehetett lenyomni a piaci szereplőknek, egy idő után megrettent a szabályozó és a szociális szolgáltatást szervező, és leginkább az egész piaci szektort, hogy mondjam, elfelejteni, inkább betiltanák, de ezt nem tehetik, mert ott emberek vannak. Én csak azt akarom mondani, hogy itt van egy rendkívül nagy tartalék a szociális ellátás területén, amelyik egyáltalán nem vesz tudomást arról, hogy piaci szereplők is a jelenlegi sokkal inkább részt vehetnek a direkt szociális szolgáltatásokban. Most bármelyiket felsorolhatnám, és az egész szabályozás egyelőre erről nem vesz tudomást, de lehet, hogy ez például egy változás lesz a jövőre. Tehát lehet, hogy a jövőben talán, nem tudom, fogalmam sincs, az Uri is csak tanácsa, valami politikai tanácsadója, vagy mi a csodája van a Kimnek, tehát ő se tudhatja. De lehet, hogy olyan irányba megy el majd valamilyen kormányzati politika, amelyik megpróbál tudomást venni arról, hogy piacgazdaság van úgy mellesleg, és azon belül kéne megszerkeszteni egy szociális ellátást, és nem pedig valami nem piacgazdaságban belül kéne működtetni a szociális ellátásokat. És a másik, ami ehhez a piacgazdasági és szociális probléma az hozzátartik, és nagyon felszínen van manapság, és ellentmondanak, amit most az előbb mondtam, hogy jelenleg azért elég jelentős intézkedései vannak a kormánynak, ahol hát eléggé nem piacgazdasági módszerekkel nyúl a nagy piaci szereplőkhöz, ugye értve itt a bankokat, csak úgy mellesleg, meg a nagy szolgáltatókat. Tehát ezt most csak azért mondom, mert lehet, hogy nem is piacgazdaság lesz a jövőben Magyarországon, és akkor nem. És akkor az előző, az előző része az nem érdekes. Esetleg egy kommunizmusban ezt lehet másképp is csinálni. Egy piacgazdaságban a szociális szolgáltatásoknak is jó lenne, ha valahogy passzolnának a piacgazdaságnak a jelenleg szabályai. Kérdés? Köszönöm. 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 Péternek nem adjuk Jó. Nem tudom, hogy érdekel-e még valakit, de hát, szóval azért én úgy érzékelem, mint a napirenden lenne valami piacosítás és irányvétel. Én úgy tudom, készülnek ilyen koncepciók, láttam is ilyet, remélem nem így fog alakulni, de azért van ilyen. Hát szerintem az egy idejes is elkerülhetetlen lépés volt, csak egy kormányzati ciklus elején ezt meg lehet csinálni, végén nem. Az előző kormánynak kész tervei voltak ugyanerre, nem volt bátorsága megcsinálta, de nem ezt akarom mondani, hanem olyat már látunk, hogy piaci vállalkozók, sokszor civileknek átszázva a szociális területen, nagyon komoly szolgáltatási területeket, hogy mondjam, testiesen nyúlnak le. Hát tudunk olyat, hogy alapellátásra hatalmas területeket bekeveleznek vállalkozásokon Magyarországon, szociális alapellátások működtetésére, szakellátások működtetésére, és milliárdos normatívákat hívnak le, hogy? Ártanak-e, vagy erről beszél? Hát nem tudom, azt nem tudom, hogy ártanak-e, vagy nem, de nem vagyok benne biztos, hogy például... Mi az kerít ide, az ördögtől való? Én nem, én csak én tényt mondom.
És ezt nem minősítem. Hát az előre nem tudom, egyelőre nem tudom, hogy például egy piaci szereplő nyilvánvalóan profitra törekszik. És ez baj. De, hát nem baj, hogyha teljesíti az ellátási kötelezettséget és jobb színvonalon. Nem teljesített? Hát nem vagyok benne biztos. Én már kaptam olyan jeleket, hogy bizony nem teljesítette. Hogy bizony nem teljesítette. Sőt, radikálisan szűkít, csak leadminisztrálja. És ténylegesen szűkül az ellátás. Ilyenekről már vannak konkrét információk is. Ha ez tényleg így lesz, előbb-utóbb ebből valami vizsgálatnak kell lennie, de ez csak jelzem, hogy már vannak ilyen tendenciák. Olyan hangokat is hallok, hogy nem is kell 1/2000-es, nem kell szakmai szabályokat alkotni, sőt, nem kell működési engedélyt adni, csak bejelentési kötelezettséget, mindenki azt csinál, amit akar. Ugye, mert a piac majd szociális lesz. Meg leveszi a terület az államról. És úgy látom, hogy ezek ilyen elég termékeny talajban hullanak ezek a gondolatok. Nem biztos, hogy szóval itt valami forrong a háttérben ebben a szinten, amit egy feszegettél. Nem tudom, hogy naiv, ha nem. 92.000 négyzetméter. Ha jól értelmezem, ez a házi otthonápolás témakör, ami úgy kezd kiparosodni, és erről beszélünk, hogy lenyúljuk úgymond a szociális szférából, tehát az idős gondozás, házi ápolás. Ugye valami ilyesmi kezd most itt felszínre kerülni. Ugye nem? Nem lett nevesítve. Sok minden. Szociális ellátások terén nekem ez ugrott be, mert ez a legnyilvánvalóbb, hogy az idős gondozást veszik ki egyesületek, civil szektor, az ki kellett, hogy jöjjön az önkormányzati fenntartás alól, ami végül is egyre nagyobb területen. Az álegyházaknak a tömeges föllépés, amelyeken kreálnak ilyen, nem tudom micsoda, 100 fő, 50 idős embert ráveszének a rokonaival, édességgel, hogy beléptünk egy nyúlimádó egyházba, mert van ilyen, bejegyzett hivatalos egyház, egy pillanat alatt legyen milliós, 10 milliós, 100 milliós normatívákat, ugye, és átvették az idős gondozást. Mert 87%-os többlet normatívával jár. Profilt-orientált szervezetek, álegyházak. Tehát annyi hatalmas pénz van a szociális rendszerben, egyébként 100 milliárdok röpködnek ebben a rendszerben. Ilyenek a hatékony felhasználása hogyan alakul meg, hogy milyen hihetetlen pénzek csorognak el például ilyen álegyházi működtetés címén, és százában vannak már ilyenek. Ezt nyilvánvalóan ilyen ügyekben valami tiszta vizet kell ütteni a pohárba. Tehát vannak, ezek aztán megalapoznak mindenféle egyéb kísérleteket, hogy akkor, hát most vagy nyilván bezárulnak az állatházak közötti kapuk, mert ez csak normatíva szerzés volt, nem volt mögötte ellátásfejlesztés, minőségfejlesztés. Semmi, most majd a piaci szektor, persze ami nem ördögtől való egyáltalán, de hogy az nyilvánvalóan le fogja fölözni, nem pedig megvalósítani a szélesebb ellátást, tehát ez egy nagy kérdés. Ungulnak azt gondolom, hogy rendszer szinten egy csomó helyen lehetségesek, hogy foglalkoztatási támogatás felosztására gondolnánk, azt gondolom, hogy nem feltétlenül kellene szektorhoz kötni azt, hogy hol lehetségesek visszaélések. Ezért nagyon fontos lenne a szakmai referenciák, meg a bevált jó gyakorlatoknak. Én csak azt akartam mondani, ez egy visszafogott, amit most áll egy ház, alacsonyan hallottam meg a mikrofont, hogy tehát a magyar szabályozás, amit most nem fogok részletezni, egyébként itt nagyon sokan ismerik, tehát nem a laikus közönséggel ülünk itt együtt, az egyszerűen nem vette tudomásul azt, hogy a környezete, amelyben szervezik és finanszírozzák ezeket a szolgáltatásokat, az egy piacgazdasági környezet. Valahogy ez 20 évig bírta nem figyelembe venni, ahol egyébként az emberek haszonhoz, profithoz, én nem tudom, kutya füléhez akarnak jutni, fura módon, ha házi szolgáltatást nyújtanak, az sem csak karitatív alapon, fura módon, akik azt mondják maga, hogy karitatív, azoknak is otthon azért ki kell fizetni a villanyszámlát. Tehát, hogy egyszer nem vették figyelembe azt a környezetet, ami van, és ebből egyébként nagyon sok furcsaság, elszivárgás,
Umbulda, és így tovább következett. De abból következett, nem a, abból következett, hogy egész egyszerűen nem álltak át arra, hogy itt van egy környezet, abban a környezetben, ha működhetnek szociális szolgáltatásokat, érdekek vannak, pénzek mozognak, ezt úgy kell szabályozni, hogy egyébként pénzéhez jusson az, aki szolgáltat, és szolgáltatáshoz jusson az, aki pedig azt a szolgáltatást igényli. Én ezt csak azért is hoztam szóba, mert egyébként lehet, hogy ez a tantusz előbb-utóbb leesik, és ez előbb-utóbb akkor egy jelentős változást tud hozni, mint a szociális szolgáltatások területe. Ami egyébként nincs behelyettek. Beszélünk arról, most is szóba került, hogy az intézményrendszer nem elégségesen működik, a szociális szakma nem elégségesen működik, és sokszor beszélünk arra, hogy az Európai Uniós forrásokból létrejött projektek ezeket az elégtelen működéseket korrigálják, vagy a lyukakat próbálják tömködni. Azt szeretném Önöktől kérdezni, hogy a szociális szakma, vagy a döntéshozók mennyire szorgalmazzák azt, hogy egyáltalán a szociális területeken a szolgáltatás minősége, hatékonysága gorcsőre kerüljön, és hogy milyen jellegű lépések lehetségesek, mert hogy azért azt tudjuk, hogy párzamosságok működnek Magyarországon, nagyon szűkösek a források, és hogy azt gondolom, hogy mint a for-profit szektor, én is azt gondolom, hogy nem ördögtől való, de hogy sokkal tisztább helyzetek teremtődnek nyilván más érdekek mentén, de valami hasonló rendszert működtetni lehetne a non-profit szektor, vagy a szociális szektorban is, hogy a minőségi szolgáltatás egyre inkább előtérbe kerüljön. Hogyan látják ezt Önök? Marci, vedd el a mikrofon. Én egyet tudok mondani, a minőségbiztosás rendkívül drága. Tehát nagyon hasznos dolog, rengeteg példát látunk a világban. Minőségbiztosás nélkül rengeteg a pazarlás, viszont azt, hogy megcsinálják egy országban a minőségbiztosítást, az iszonyú bürokrácia igényes és iszonyú drága. Ezért továbbra is én azt gondolom, hogy erre nem lesz pénz, mert hogy szegény az ország, és továbbra is pazarolni fog. Azt hiszem, hogy ez elég szomorkás volt. Nagyon köszönjük a figyelmet, és hogy ilyen késői órán is velünk van. Köszönöm, hogy eljöttél.